Elérkezett a helyosztók és egyben a döntő napja a 27. szekszárdi kispályás teremlabdarúgó bajnokságon. És az idén új győztes szavadtak. A DZ hűtés technika sötétkék nadrágban, fehér felsőben játszó alakulata a fináléban ugyanis magabiztosan győzte le 6-2-re az erőviszonyok alapján meglepetés döntős roma önkormányzat csapatát, amely narancssárga újatlan mezben lépett pályára. A DZ végig mezőnyfölényben játszott, és ilyen pontos összjáték utáni kidolgozott, szinte zicserig kijátszott helyzetekből lőtte góljait, szám szerint 6-ot. Becsületére legyen mondva a szimpatikus ellenfélnek, hogy nem adták fel a megye különböző településeiről érkező roma focisták, és a megyei másodosztályban a Köles csapatában szereplő Dudás Gergő révén kétszer is be tudták venni az ellenfél kapuját. Itt éppen a második gólját szerezte az említett, aki egyébként csapatuk egyik legjobb volt. Én arra számítottam, hogy azzal a csapattal játsszuk a döntőt, akitől kikaptunk a Tomagróval. Én azt gondolom, hogy ő volt igazán a mi ellenfelünk. Nagyon jó játékosok és rutinos játékosok alkották. Nagyon jó kis meccset játszottunk. Én a döntőre is őket vártam. Így sikerült. Lehet, hogy most ezért nyertünk. Jövőre a címvédés reményében nevez be a szekszárdi téli teremlabdarúgó bajnokságra a DZ hűtéstechnika csapata, az új győztes.